Egy tanítási óra is egy szünetidő alatt megszületik a mese. Kicsit Grimm, kicsit Romhányi, kicsit Rossini, kicsit Nyíregyházira dramatizált, zenéjében és díszletében aktualizált, de van benne Lencse és Hamu, Barátságos Gerlik és Üvegcipő. Mit tud vajon a Hamu pipőke, hogy ez az évszázados sztori mind a mai napig feldolgozás és bemutató után kiállt? Örökké aktuális, hogy nagyon hajlamosak vagyunk elhinni azokat a hangokat, amik minket lebecsmérelnek, és ezáltal az önbizalmunk teljesen összetörik. És nagyon hamar bele tudjuk tenni magunkat ebbe a szerepbe, ami nem biztos, hogy az igazi arcunk. És van egy olyan pont, amikor egyszerűen föl kell vállalnunk azt, hogy kik is vagyunk valójában, és érdemesnek kell találnunk magunkat arra, hogy mi is feljuthatunk a fényes bálba, a fényes palotába. Hamu pipőke tisztaságát kiemelik a vele szemben álló szélsőséges karakterek, a mostoha testvérek, nem kevésbé a mostoha anya, Hídzsáknit alakító Urmai Gábor figurája. Kedves pici leánykáim, ez a tohonya, tarhonya mondoló istencsapás szakás mindjárt megteri, és hozzon finom reggelit. A Víg meseopera szövevényes szálai jól követhetőek a gyerekek számára is. Szórakoztató lesz Szakály Viktória koreográfiája, a túlszínezett cicomás jelmezek, Monori András olykor 21. századira hangszerelt Rossini zenéje és a karakterekhez illő dallamok. Az egyetlen mesehős a Hamu pipőkét játszó Munkácsi Anita az, aki a kottát követve énekel a Rossini operából való dalokat. Munkácsi Anita nem szeretett volna hercegnő lenni, vagy ha hercegnő, akkor inkább a harcos hercegnőket választotta. Erről pont az én kedves férjemmel beszélgettünk otthon, ugye följön ez, hogy ki minek álmodta meg magát gyerekkorában. Hát a hamupipőke ez nem. A hófehérke, hamupipőke, ezek a lányok nem voltak a zsánereim, viszont igen, nagyon hálás szerep. Azt gondolom, nagyon, nagyon szerethetőnek kell lennie a gyerekek számára is, és ha gyerekek szeretnek, akkor az már egy jó dolog. És én azt nagyon szeretem, amikor ők tudnak engem szeretni valamiben. Gonosz játszani persze mindig nagyobb feladat a színész számára, bár Hamu pipőke is felnő a mese végére. Dönt arról, hogy a szíve után megy, és minden áron igyekszik megvédeni a szerelmét. A családoknak szánt Víg meseopera bemutatója pénteken 17 órakor lesz a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán.